Kedves nézőink, jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 10 éves évfordulóját múlt szombaton a kaszinóban az Ajka Rock Band. A következőkben erről szóló összeállításunkat láthatják. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli az Ajka Rock Band, amelyhez szívből gratulálunk. Köszönjük szépen. Hogyan és miért alakult meg ez az együttes anno 10 évvel ezelőtt? Hát azért alakult ez a zenekar, mert előtte ugye 30 évig ugye bári zenét játszottunk, és ma akkor írogattam a számokat, és gondoltam, hogy akkor ezt vessük lapra. Próbálkozzunk meg vele. Először döcögősen ment, de aztán úgy érzem, hogy beindult ez a szekér, éneken való. Úgyhogy jól érzem magam a bőrömbe. Milyen tagokkal alakult meg anno a zenekar? Anno Merics István dob, Nagy Attila basszusgitár, és jó magam Máté Lajos szólógitár, ének, és Bókony József vokál, tehát énekes volt. Ez alatt a 10 év alatt volt-e változás a zenekar tagjait illetően, vagy mindenki maradt? Ő nem, a Merics István kivált a zenekarból, mert ő folytatta a báli zenét. Bókony József egy másik zenekart választott, és így trióba maradtunk. Tehát, és azóta, azt hiszem 8 éve került ide a Kovács Peti dobos, de mi a Nagy Attilával alapító tagok, és akkor így hárman így megy most a szekér. Említetted, hogy saját számokat játszatok, illetve olyat, amiket te írsz. Ezeket hogyan veszi a zenekar? Mennyire tudtok új számokat betanulni, és azt hogy fogadja a közönség? Igen, saját szerzeményeket játszunk. Általában hétköznapi dolgokról, a munkáról, a feszültségről, a terrorról, tehát tényleg olyanokról, amik tényleg megállják a helyüket, tehát olyan szövegeink vannak. Thank you.
Miért pont a rockzene? Miért pont ez a műfaj? Hát azért, mert ugye meghatározó volt nekem az életemben, tehát hogy a pályafutásom alatt a rockzene. Tehát én a rockzenében nőttem fel, akkor még nem volt diszkó, ugye annak idején a Jurái, Deep Purple, Black Sabbath, tehát ilyeneken nőttem fel. És nem hagyott nyugodni az a tény, hogy én nem fogok rockzenét játszani, mindenféleképpen én szerettem volna rockzenét játszani. Ezekhez az együttesekhez hasonlít az Ajka Rock Band együttesnek a zenéje is, akiket az előbb említettél? Biztos, hogy van benne hasonlóság, mert ugye akit megérint az ember zenekarok, abból merít egy kicsit. De úgy érzem, hogy inkább megvan nekünk tehát kialakult egy stílusunk. Először mondták, hogy ilyen, ehhez hasonlítunk, meg ahhoz hasonlítunk, meg amahoz, de most már azért nem egészen, inkább azt mondják, hogy ilyen jó Ajka Rock Bandesen szól ez. Tehát ez azt jelenti, hogy kialakult az egyéni hangzása az együttesnek. Igen, igen. Merem mondani, hogy ezt a vonalat képviseljük, és így is ebbe a szellembe írom a többi dalt is, ami készül. Kiktől tanultatok? Lehet-e felsorolni akár szólistákat, akár hangszeren játszó művészeket, akár zenekarokat, együtteseket, akiktől ellestetek egy-két praktikát? Hogyne, nekem ugye a Tátrai a példaképem. A Nagy Attilának a basszusgitáros Póka Egon, ugye, hagyd ne mondjam, a Nagy Ász, tehát őtőlük tanultunk, meg hát a régi nagy együttesektől, P-Mobil, P-Box, Piramis, tehát azért volt kitől tanulnunk, meg volt kitől ellesni a szakmát, az az igazság. Hol szokott fellépni a zenekar? Gondolom nem csak itt Ajkán léptetek fel, hanem azért számos helyen kaptatok lehetőséget arra, hogy megmutassátok magatokat. Merre járt az együttes eddig? Hú, 10 év alatt nagyon-nagyon sok. Szinte nagyon kevés zenekar van, aki előtt nem léptünk volna fel. Tehát az Eddától a Takács Tamás Blues Band sorolhatnám, nem akarom sorolni. Talán ilyen Hooligans, meg Zanzibar ilyenekkel nem, de akik tényleg így a P-Mobilla játszottunk itt, tehát azért föléptünk Budapesten, Tatabányán, Miskolcon, tehát voltunk egy-két helyen, tehát nem csak Ajkán. Inkább, sőt mondanám, hogy Ajkán kevésszer, viszont az ország bemetelte inkább többször. 10 évvel ezelőtt gondolom az is nagyon fontos volt, hogy kiadjatok demókat, vagy különböző hangzóanyagokat. Hány lemeze jelent meg eddig a zenekarnak? Eddig 3 lemezre való anyagunk van, amit a Facebookon meg is lehet találni az Ajka Rock Band oldalon, de írom továbbra is a dalokat, úgyhogy vannak mindig új ötletek meg készen anyagok, amiket ugye meg kell majd készre csinálni. Vannak rendszeres lehetőségeitek ahhoz, hogy koncerten megmutassátok ezeket az új dalokat? Vannak, de nekünk kell utána járni. Tehát nem úgy van, hogy majd valaki szól, aztán gyertek, hanem ki kell érdemelni. Például voltunk ugye Pápán 2010-ben Gitárnyűvők Fesztiválján, onnan elhoztuk a Pálmát, mindenféle nagy képviséget félretéve, ott megnyertük az első helyet, az annyit jelent, hogy a Takács Tamás Blues Band 20. jubilemi évfordulóján mi voltunk az előzenekar, és így elkerültünk Pestre, és ugye több koncertre is elvittek már bennünket, Gödöllőre, tehát azért voltunk a Tamásékkal, elég jó barátságot is ápolunk a Tamásékkal. Itt Ajkán mekkora a rajongótábora az Ajka Rock Bandnek, hiszen ugye a hazai együttesről van szó. Hányan kísérnek el benneteket a különböző koncertekre? Azért, hogyha bandon szoktunk a rockrendse játszani, azért ott megtalálhatóak az ajkaiak, tehát az eljönnek Veszprémbe a metróba, eljönnek. Tehát azért, ha közelebb játszunk, eljönnek Pápára, el szoktak jönni. Azért van tábor. Hát főleg akkor lenne nagyobb tábor, hogyha egy kicsit Ajkán jobban meg tudna mutatkozni az ember. Beszéljünk egy kicsit erről a ma esti születésnapi buliról. Mi a program, kik lépnek fel, és milyen körülmények között itt a kaszinóban? A ma esti koncertre úgy gondoltam, hogy egy pár barátomat meghívom, tehát meghívtam a Pomázi Lacit Ajkáról, ugye gitározott, énekelt, meghívtam a keresztfiam, a tanítványomat, ő is fellépett, meghívtam egy nagyon-nagyon régi jó barátomat, még annó együtt futottunk, ő is egy másik zenekarba, meg én is egy másik zenekarba, onnan a gitárost meghívtam, Salamon Ferencnek hívják, ő Zalaegerszegről van itt, meghívtam egy nagyon kedves barátomnak a zenekarát, Devecserből a Hangár zenekart, meghívtam a volt énekesünket, aki majd velünk fellép élőbe, ugye a Hetfieldet, a Bókony Józsit, és ugye az Ajka Rock Band lesz ugye legutoljára.